Csak a fekvőrendőr lassítja az autókat a KGST piacnál behajtáskor. Ez az autós sem állt meg a konténernél fizetni, hiszen január elejétől már új rendszer működik a piacon. Az autóval behajtók a parkoló hátsó részén találkoznak először két automatával. Egy gombnyomás után ez adja ki a jegyet. A sorompó 30 másodpercig van nyitva, ez alatt kell áthaladni az érzékelő pontokon. Ezt követően az automatáknál kell fizetni. Ide kell tartani parkolójegyet, bedobjuk a 250 forintot, ad egy nyugtát, és akkor jeggyel kell kimenni. Eredetileg két ilyen automata állt az autósok rendelkezésére, ezt azonban most bővítették. Sajnálatosan rossz szokást vettek fel az emberek, mert ugye autóval mennek a fizető automatákhoz, és úgy az autósorok állnak. Ezért az iparcik piac és a nagybeli piac közé telepítettünk egy újabb fizetési pontot, ahol is gyalogosan tudnak fizetni az emberek, mert hangsúlyozottan mondjuk ki azt, hogy nem kell a kihajtást megelőző másodpercekben megfizetni a parkolási díjat. Akár közvetlenül behajtás után is lehet fizetni, hiszen egyszeri díjról van szó, tehát az nem időalapú. Korábban számos panasz érkezett az üzemeltetőhöz, miszerint feltorlódnak az autók kihajtáskor, ezért egy új kaput nyitottak erre a célra. A rendszergyári beállításait ráadásul testre is kellett szabni. Ezek mind-mind apró részletek, tehát mondjuk a behajtáskor, a gombnyomást követően, amikor a jegyet veszik ki az emberek ki az automatából, hogy onnan hány másodpercen belül tudja elhagyni azt a pozícióját, és mikor lépted be, illetve ugyanez a folyamat szintén a kihajtáskor, hogy már most már nem 4,5 másodperc, vagy 5 másodpercre nyílanak a sorompók, mint az alapgyári beállításban, ami egyébként egy általánosan megengedhető és ideális időszak. Itt, hogy minél gyorsabban haladjanak az autók, hogy ne kelljen várakozni, hogy ne legyen dudaszó, itt már 2,7 másodpercnél tartunk a nyitásra, ami ideális, amitre tud reagálni a sofőr is. Itt az autósoknak csak meg kell várnia, amíg a rendszer beolvassa a rendszámát, és már nyílik is a sorompó. Van azonban egy segélyhívó gomb is. 99%-ban jól működik a rendszámbeolvasás, azaz itt semmi dolga nincs a kihajtónak, mert az automata az már tudja, hogy meg volt fizetve. Ha nem volt megfizetve, akkor nyilván nem engedi ki, és akkor tud segítséget kérni, hogy mi a baj.